Az adatépítés podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésnek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com per adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az adatépítész következő epizódja. Ebben az adásban három témával érkezek hozzátok, amikből az egyik egy kicsit reflektál az előző adásban. Talán még emlékeztek rá, hogy a koronavírus kapcsán röngenképeket elemző, képelemző AI megoldásról volt szó, illetve mutattam be nektek, mint hogy egy cikket mutattam be, ahol valaki egy ilyet készített, nem én készítettem, és felhívtam a, vélemény, a figyelmeteket arra is, hogy azért ebben forráskritikával kell ezt kezelni, mert azért ebben ö, könnyen félre lehet csúszni. Na a mai adásban egy olyan cikket mutatok nektek, ahol ezen a vonalon tovább indultak, és hát bizony sikerült is bebizonyítani, több ilyen megoldásról, hogy elkövették azokat a tipikus hibákat, amiktől hát én is megnyilván sokan mások szoktak óvni, mindenkit, aki ezzel foglalkozik, úgyhogy ezt majd részleteiben bemutatom, mert azt gondolom, hogy tanulságos. Na, de mielőtt erre a kevésbé örömteli, ám tanulságos dologra rámennék, két izgalmas témát hoztam. Az egyik a Neo4j házatájáról érkezett, talán emlékeztek rá, hiszen beszéltem már erről, hogy a Neo4j az egyik, sőt, talán merem állítani a legelterjedtebb gráf, legalábbis open source vonalon gráf adatbázis. Én amúgy is nagyon szeretem a használatát, meg mindenkinek ajánlom, aki gráfokkal szeretne foglalkozni, magyarán hálózatokkal. És a hír az arról szól, ez igazából nem is egy, egy hír, bár Alicia Frame-től érkezett a bejegyzés, a Neo4j saját ez blogjám, aki egyébként a Lead Product Manager a, a neo 4 nél és arról van szó, hogy egy kicsit, kicsit nem olyan érdekes, kicsit meg a gyakorlatban meg fantasztikusan jó hír, hogy a hálózatelemzés alapvetőbb elemző eszközei és mutató számai, gondolok itt mondjuk a centralitásra, a bitwinness-re, closeness-re, azok eddig is kiszámolhatók voltak, és a Neo4j adatbázisban tárolt gráf adatokon elvégezhetőek voltak ezek a műveletek. Viszont higgyétek el, mert ezt tapasztalatból mondtam, vettem részt gráf adatbázisos rendszer fejlesztésében, ahol bizony ezekre az alapműveletekre szükség volt, de ezeknek a leprogramozása, előállítása és hát ugye meghívása alatta pedig a Neo4j adatbázis dolgozott. Hát ez egy ilyen, ahogy az angol mondja, pain in the ez. Tehát, hogy ez egy ilyen igazi fájdalom. Nehéz volt, nehéz volt, sokat kellett dolgozni vele, meg lehetett csinálni, tehát ezzel nem volt semmi probléma, de sokat kellett dolgozni vele. Na és a jó hír az az, hogy a Neo4G kihozott egy, egy package-et, egy, egy library-t, bocsánat, itt talán jobb, ez a Neo4G Graph Data Science, vagy röviden GDS-GDS library, ami gyakorlatilag azt csinálja, hogy leimplementálták, azt hiszem, ilyen szó nincs, implementálták a, ezeket az alapvető mutatókat, ami, és erre egy Data Science, neo Data Science könyvtárnak őket. Tehát mostantól fogva rendesen megírt, tesztelt, támogatott módon ezek a függvények megvannak, nem kell nekünk magunknak megírni, higgyétek el, ez aranyat ér. Tudom, hogy most ezzel nem fedeztek fel semmit a neo 4 j nél olyan értelemben, hogy ezek a mutatószámok, tehát a, közösségfelismerés, közösség a centralitás, a, a hasonlóság, heurisztikus, a uh, link, link prediction, tehát hogy heurisztikus módon megtalálni, hogy vajon kikivel lehet elvileg kapcsolatban, noha egyébként mi azt most nem látjuk adatszerűen, illetve különböző gráfos útkeresés és search algoritmusok, ezek, ezek mindegyike létezett már, meg hogy ezzel most ezzel nem mondok új dolgot, de az, hogy a neo 4 j ben ami még egyszerűen is az, hogy open source, eszköz. Persze lehet támogatást vásárolni, stb. Így az open source se feltétlen mindig jelent ingyenes, de azért, azért igen jó, jól lehet dolgozni vele. Szóval egy open source eszköz, amihez most már hivatalosan támogatottan, meghívható módon élnek, legalábbis a bejegyzés szerint. Ezt azért mondom, mert én magam most nem próbáltam még ki ezeket a könyvtárakat, tehát azt nem állítom, hogy kiteszteltem, de azért alapvetően hiszek nekik, nem szoktak igaz, amit leszoktak ilyen, én nincs ezzel általában gond. Szóval úgymond egyszerűen csak a Cypher felületen, tehát a neo nek a, a saját ö, ö, lekérdező felületén, ami egy ilyen általános kicsit hasonlító, de, de gráfadatbázisok lekérdezésére való felület, azon meg lehet hívni ezeket a query beépített library és nem kell többet azzal szívni, hogy ezeket maga megírja az ember, dokumentáció is van ezekhez. Természetesen ez nem fedi le a gráfelemzés teljes lehetséges területét, még az sem, amit én ismerek, pedig a sokkal kisebb, mint a teljes lehetséges felület, viszont ez az öt dolog, ami, amit most megcsináltak library szintjén, szóval ha idézőben csak ezt tudod a gráfokkal megoldani, akkor a gráfokkal kapcsolatos munkák, én szerintem, most ez az én megítélésem, tehát nyilván neként kezeljétek, 70-80 át meg tudjátok oldani. Ami azért szerintem egy erős és jó mondás. Szóval szerintem ez mindenképp szuper hír, aki ezzel foglalkozik, vagy szeretne foglalkozni, annak mostantól fogva sokkal könnyebb, és sokkal tisztább, és jobban dokumentált a dolga, szóval én ezt nagyon-nagyon jó dolognak tartom. Én kicsit több, mint két évvel ezelőtt voltam ebben a gráfos projektben, amiben, amire az előbb hivatkoztam, és már ugye akkor is a Neo4j-t használtuk, mint adatbázist, és Persze, mondom, meg lehetett írni ezeket a függvényeket, mert nyilván meg lehetett, de, de fájdalmas, hosszú idő, sok energia, ami ugye a nap végén, hát nyilván azt is jelenti, hogy sok pénz, tehát ezt nem volt könnyű előállítani. Most pedig itt van és meghívható a library ből ami azt gondolom, hogy egy, tényleg egy szuper előrelépés, szóval ezt mindenképpen akartam nektek mesélni. A következő hírem is hasonlóan jó, Kylie Wiggers-től származik a, a, cikk, a címe Google Open Sources Framework that Reduces AI Training Cost by Up to 80%. Ami hát arról szól, ami a címben is van, hogy a Google olyan nyílt forráskódúvá tette egy olyan gépi tanulási framework ami a trénelés ö, költségét, itt természetesen hardware költségről beszélünk, meg azhoz kapcsolódó időről, hiszen a legtöbb felhős hardware Ugye hát idő alapon számláz végső soron. Tehát, hogy mennyi ideig trénálsz, ennek a költségéről van szó, és persze az up to 80%, tehát az akár 80%-ot csökkent, az természetesen szokás szerint ugye akár 80 is lehet, meg lehet 25 is, de akárhogy is nézem, ez mindenképpen egy nagy előrelépés, hiszen az igazi nagy AI hálók trénelésénél az egyik legnagyobb költség. Ugye én említettem már nektek korábbi adásokban is, hogy most afelé tart a világ, hogy vagy egy kicsi csapat ügyes, innovatív megoldást hoz létre, vagy pedig olyan nagy csapatok, mint a Google, úgy hoznak létre nagyon komoly dolgokat, mint például a BERT algoritmus, hogy soha nem látott méretű adathalmazokat katalaznak össze, és soha nem látott méretű számítási kapacitást dobnak rá. Ezt én úgy hívom, uh, nyilván nem tökéletesen, de kicsit hibásan, de analógia jellege, hogy ez a, ez a brute tehát, hogy vagy azt csinálod, hogy baromi sokat gondolkozol és matekozol, és annak árán uh, egy kicsit jobbat csinálsz, mint ami most van a piacon, vagy azt csinálod, hogy nem baromi sokat gondolkozol és matekozol, hanem fogsz egy olyan kapacitást, most nyilván ezt a Google képes megtenni, egy, egy magyar vállalkozásnak erre nincs esélye, de azt mondja, hogy erőből lenyomom. Tehát én veszek végtelen kapacitást, és hadd szóljon. Nyilván ez sokaknak nem játék, vagy nem pálya, de a Google, Apple, stb. ezek a nagyok, ezek megtehetik ezt, és ezáltal olyan dolgokat tudnak elérni, ami, hát amit mondjuk itthon én a szobámból, lehetek bármilyen ügyes okos fiú, hát nincs nyilván esélyem elé, nekem máshogy kell ezzel szemben küzdeni, de ettől függetlenül Akárhogy is nézem, ez egy nagyon fontos barrier és akadály, ez a, ez a hardware és időköltség. Még azoknak is, akik kicsibe dolgoznak, mert kicsibe dolgozol, de pillanatokon belül ott vagy mondjuk egy, -egy milliós munkaállomásnál, amiből kell mondjuk két-három, és az kicsiben már nem is olyan kicsi. Na, értitek, hogy miről beszélek? Akkor térjünk talán a lényegre, bocs, ezt kicsit elnyújtottam ezt a magyarázást, de ér értelitek kell a lényeget. Szóval arról van a szó, hogy készítettek egy framework ami tulajdonképpen ennek a seed rl -nek, ez a neve, hogy a, a, trénelést is masszívan párhuzamosítja, tehát lehetővé teszi egy zárt dobozba, ha úgy tetszik, tehát ezzel nem kell foglalkoznod, a, a mérnöki részét megcsetek, lehetővé teszi, hogy iszonyúan párhuzamosítsd a, a trénelést. Ennek röviden az az eredménye, hogy nagyságrendi ugrást lehet elérni a trénelési időben, a párhuzamosítás okán. Ö, gyakorlatilag itt példákat hoz a cikk, hogy mondjuk az OpenAI 256 dollár óránkénti díjjal trénelte a GPT-2-es modelljét, a, a Google a Berten körülbelül 6912 dollárt költött el, mármint óránként. És hát például a, mondjuk itt például a Washingtoni Egyetemnek a, fake news detektáló algoritmusát hozzák, ami pedig két hét alatt lényegében 25 ezer dollárba került már, mint maga a trénelés, nem a projekt. És a Seed RL, ami egyébként a TensorFlow 2-es 20 alapul, az gyakorlatilag azt csinálja, hogy szétosztja ezekre a TPU-kra a, a trénelést, mégpedig olyan módon, hogy a korábbi hálóknak a, a szűk keresztmetszeteit, vagy bottleneckjeit megszüntesse. Tehát gyakorlatilag egy, egy finom hangolt architektúráról beszélünk. És gyakorlatilag így egy ilyen elosztott inferálás zajlik, és a lényeg az, hogy ettől természetesen nagyon felgyorsulnak a, a modelljeink, illetve maga a trénelési sebesség is. Itt aztán olyan számok vannak, hogy 2048 TPU-n trénelnek például, ugye a TPU az a Googlenak a saját eszköze, vagy saját AI chipje, ha úgy tetszik. Meg ilyen, hát nézzétek meg a link a show ban kattintsátok meg, hát tényleg itt olyan számok vannak, ami <laughs> nem is tudom, hogy ilyen földi halandónak, vagy innét Magyarországból nézve, ilyen több ezer TPU, meg ilyenek, hogy 2,4 millió frame per másodperc, 64 cloud TPU magon, meg ilyen elképesztő számok vannak. De ezt nem is annyira, hát ez inkább érdekességnek mondom el nektek, mert nem annyira a mi pályánk, azt gondolom, mi alatt értem mondjuk Magyarországon. Persze, ha tévedek, és valaki ennyire nagyban játszik, akkor bocs, és javítsatok ki nyugodtan a kommentekbe az adáshoz Facebook posztban, vagy akár a szadatépítészlek csatornán, vagy vagy írhattok e-mailt is a hellokukaszadatépítés.úra, szóval javítsatok ki, ha tévedek, de, de talán ez Magyarországon még nem egy elterjedt dolog, hogy ilyen méretekkel játszunk, de azért, hogy a világ hígyeiről is tudjatok, és lássátok, hogy merre megy a dolog, létrejött egy ilyen, és open source tette ezt a framework a, a, Google. Hát gondolom ez megint az, hogy jó fejnek tűnnek ettől, hogy open source-át de azért, ha milyen a lelkünkbe nézünk, akkor én nem látom, tehát tök jó, hogy ezt open source tették, úgyhogy mostantól fogva nem kell 640 TPU magot lefoglalnom három hétre, elég csak 64-et lefoglalnom két napra. De a valóságban 64 TPU magot sem vagyok nagyon képes megvásárolni két napra. Szóval értitek, open source tették, csak egy kicsit továbbra is ágyúval verébe, szerintem, innét nézve, ahol én ülök, meg így Magyarországon, stb., de a nagyok játszó terén viszont ez akkor is egy hatalmas erőrelépés, tehát így mondjuk az emberiség terén, vagy ugye ahogy machine learning a világban. Ha ilyen szemüveggel nézem, akkor ez mindenképpen érdekes. Szóval nézzétek meg a Seed erelt, meg hogy hogy működik, a cikkben részletesebben le van írva, hogy hogy bontották meg, és hogy, a, hogy optimalizálták ki gyakorlatilag a, a tréning, vagy a trénelés hálóját, a architektúráját, bocsánat, nem a hálóját. Szerintem ez, ez érdekes, és mindenképpen egy jó előrehaladás, még akkor is, hogyha mondjuk viszonylag kevés hallgatónk, már magamat is beleértve, fog holnap nekiállni a, a, ennek a tényleges használatának. No és ahogy ígértem nektek, akkor rátérünk a, a másik témára, ami, a, ami ez a COVID-19, vagy ugye koronavírus betegségeknek az AI-os detektálásáról szól. Ugye ez azt kell tudni, hogy mondtam nektek, egyet be is mutattam, de persze több ilyen is volt a neten, akik képfelismeréssel többnyire konvolúciós neurális állóval, ami önmagában persze nem egy rossz választás képfelismerése, sőt, próbálták megoldani azt, hogy felvételekből azonosítsák a koronavírusos betegeket. És hát meglepően jó, és itt ugye a meglepőn van a hangsúly, meglepően jó eredményre jutottak. Nem azért volt meglepő a jó eredmény, mert a neurális állóktól nem várunk jó eredményképp felismerésnél, mert persze, hogy de, hanem azért volt meglepő, mert nagyon kicsi volt az az adathalmaz, amiből lehetett dolgozni. Már nem emlékszem pontosan, 19 vagy 29 kép volt abban, amit én mutattam, ami ugye a, a betegeknek, tehát a koronavírus fertőzötteknek a tüdő, vagy melkas szakszerűen, és ez fontos, most ez a kitétel, melkas mutatja, vagy mutatta, és valahonnét random másik erről egészséges emberek melkassa is, illetve röngenét. Ez fontos, ez a kitétel, hogy ugye belemegyek, hogy miért, mert ez itt lényeges, Ő mutatta. És hát barom jók voltak az eredmények, látszólag, de hát egy kicsit szétszették utána ezt a dolgot, és jogosan is helyesen. Ugye két nagy csapdába lehet ilyen képfelismeréses dologba beleesni, vagy beleugrani. Az egyik az az, hogy Olyat tanul a modell, amit mi nem szeretnénk, tehát van valami olyan megtanulás a, a modell részéről, ami nem kívánt, tehát konkrétan valami leakage történik. Tehát valahogy a helyes megfejtésről adat szivárok be a modellbe. Tehát, mit tudom én, kiderül az, hogy minden fektetett kép koronavírusos, és minden állított kép nem koronavírusos. És akkor a gép, nem azt tanulja meg, hogy a röngene hol vannak a sötét foltok, meg mit tudom én a, a tüdőbe, hol látszik a, a, vírusnak a romboló hatása, vagy a gyulladás, ödéma, akármi, hanem azt tanulja meg, hogy a fektetett az ilyen, az állított meg olyan. Ez egy ilyen leakage, tehát gyakorlatilag átszivárogtattuk az adatot akaratunkon kívül véletlenül a modellbe, ami ezt meg is tanulta és kiválóan fog működni egészen addig a pillanatig, amíg a valóságban nem találkozik egy állított koronavírusos képpel, és akkor ott vége a dolognak, mert természetesen Frankon beállapozzanosítja, hogy ez egészséges ez a felvétel, hiszen hát állított. A másik, hogy nagyon nehéz interpretálni az eredményeket, mivel hogy ugye a nonlineáris természete miatt a neurális háló az nagyon komplex eredményeket ad, nagyon komplex összefüggéseket tud megtanulni, Cserébe viszont, mikor az ember vissza hogy oké, okay, de ez hogy jött ki, hát arra úgy nem annyira lehet könnyen válaszolni, hiszen non több többdimenziós döntéshozatal történt. Tehát ugye ilyenkor szoktak azok a válaszok jönni, tartalmilag jogosan, de egyébként megérthetetlenül a szakemberektől, én is mondtam már ilyet, hogy oké, okay, hát figyelj, képzelj el egy n-dimenziós teret, és akkor innét, amit mondasz, az lényegében mindegy, ugye? mert a legtöbb ember magamat is persze beleértve nem tud n-dimenziós tereket érdemben elképzelni. Szóval ez a két nagy probléma van ezzel a rendszerrel, és hát itt kezdjük az elsővel, ott rögtön bele is futottak ebbe a, ebbe a dologba. Szóval, hogy egész konkrét legyek, és ne húzzam tovább az időt, mert nyilván szeretnétek hallani a utólag nevetségesnek tűnő hibát, ám ha a benne vagytok a folyamatban, akkor azért ez közel sem milyen triviális, szóval ne legyünk igazságtalanok azzal, akik jó szándékkal megpróbáltak építeni valamit, még akkor sem, hogyha nem voltak elég körültekintőek. Szóval, a negatív, tehát a, a nem koronavírusos képeken, a, abban az adathalmazokban, amik szabadon elérhetők voltak, és a legtöbbet használták ö, ehhez, a, ehhez a feladathoz, a legtöbben ezt használták, abban megfigyelhető a, a röntgen felvételekem egy R, mint Robert betű a képeknek a bal felső sarkában. Megmondom őszintén, nem tudom mi ez az R, és egyébként különösebben a cikk sem ír erről, végül is mindegy is. Most lehet, hogy ez egy olyan erre, amit a röntgenfelvételt készítő gép rak rá valami fajta vízjel, vagy lehet, hogy ha most itt lenne röntgenorvos vagy más képalkotó diagnosztikával foglalkozó szakember, az kapásból tudná, hogy ez az R mit jelent. A mi szempontunkból végül is mindegy, de egy R betű ezeken rajta van. Ez lehet, hogy a röntgen típusabb. Akármi, nem, nem tudom mi ez, de lényegtelen. És a koronavírussal fertőzöttekről készült Málkas Röngen képeken nem volt rajta ez a szer. Egyébként, ha megnézitek a képeket, akkor úgy néz ki, hogy ezek a képek mintha kicsit vágva, kroppolva lettek volna, tehát lehet, hogy azokon is rajt volt eredetileg, mert nem tudom, ez valami orvosi dolog, hogy rajt van, tényleg nem fogalmam sincs, lehet, hogy rajta volt, csak le lett vágva, de minden esetre a képen, amiből a gép tanult, nem volt R. És hát kiderült, hogy, hogy bizony ez az R, ez igen igencsak jelentőségteljes. Hogy hogy derült ki, hogy hogy lehet ezt megnézni? Kétféleképpen. Ugye hát egyrészt, ha olyan koronavírusos képeket adsz a gépnek, amin rajt van ez az R vízjel, akár van azért, mert van ilyen képed, akár azért, mert észreveszed szemmel ezt a problémát, és mit tudom én, photoshop vagy nem tudom, gimbe ráraksz egy ilyen r és rögtön nagyon rosszul fog szerepelni a modell, vagy fordítva persze, levágod, a negatív esetekről az ERT, és akkor ugyanez ugye a logika. Mondom, így retrospektív módon kiröhöghetjük, hogy jaj, mekkora hülyék voltak, hát nem vették észre az ERT. Itt van egy röntgenfelvétel. Ezt ugye én mindig szoktam nektek hangsúlyozni, hogy a domain tudás milyen fontos, ha úgy álltok neki egy ilyen feladatnak, hogy semmit nem tudtok, számotokra nem mond semmit egy röntgenfelvétel, mint ahogy nekem sem, vagy hát max annyit, mint egy átlag embernek. Nyilván észreveszem, hogy ez egy melkas, de itt körülbelül nagyjából ez, meglátom a bordákat, és eddig terjed a tudásom. Akkor 5000 ilyen apró dolog lehet. Jó, ez az R, ez egy elég látványos dolog, mert ugye ez nem a, a, az illetőnek, tehát a paciensnek nem a része nyilván, hanem ez egy ilyen vízjelszerűség, de még 5000 ilyen dolog lehet. Kiderülhet például, hogy a negatív képek egy olyan adott halmozból származnak, ahol csontörések vannak. És lehet, hogy nem így van, de lehet, hogy hogy a rendszer azt tanulja meg, hogy a csontörést veszi észre, és azt koronavírusmentesnek nevezi, mivel a koronavírusos betegek többségén éppen nem volt csontörés. Tehát, hogy ilyenfajta leakage, ilyenfajta rossz megtanulás vagy információ átszivárgás megtörténhet, és a tesztadathalmazunkon, ha visszamérünk, akkor, akkor baromi jónak tűnik a modellünk, de amint egy életszerű helyzetbe kerülünk, és mondjuk találunk egy, egy koronavírus fertőzöttet, akinek egyébként van egy csontörése is, ugye szerencsétlen flótás, akkor ott rögtön rossz következtetésre jutna az AI, és nem azért, mert a koronavírus fertőzést nem ismerte fel, vagyis hát de-de értitek, hanem azért, mert rossz dologra tanítottuk rá. Mert ugye ilyen esetekben, és már én is látjátok, megfertőzött engem is a marketing, már AI-nak hívom, mert továbbra is machine learning, a gép az a valóságban, ahogy mondjuk egy ember ért valamit, úgy továbbra is rohadtul semmit nem ért, hanem, hanem komplex statisztikákat és összefüggéseket jegyez meg, de hogyha az adott mintahalmazban olyan összefüggés is van, amit mi nem szándékoltan raktunk bele, és nem szándékos, például ez az R, vagy bármivás, vagy ez a kéztörés, akkor azt is ugyanúgy megtanulja, mert ő nem fogalmi szinten érti, hogy mi van a képen. Szóval erre nagyon kell figyelni. A másik ilyen, amit észrevettek, az az, hogy a betegekről, tehát a koronavírusosokról készült képek többsége csak alapvetően tüdő röngen, tehát a melkasnak is csak azon a részét ö, mutatják vagy nézik, ahol a tüdő van, hiszen értelemszerűen ugye ez a vírus a légzőszerveket támadja, tehát semmi értelme a vállat, meg a, az állat, meg a nyakat nézegetni, meg ugye a, a nyakban ugye a gerincet, stb. Hát, ami a röngenen látszik, a válcsontokat, stb hiszen hát a tüdőre megy ugye az egész vizsgálódás. Azonban ennek az az oka, vagy ennek az a következménye, hogy a, a koronavírusos adathalmazban ezek a képek továbbra is kivannak vágva, és a tüdőre fókuszálnak, ami persze tök logikus. Viszont a másik halmazunkban, ahol az egészségesek vannak, ott általában normál melkassöngenek vannak, amiben úgymond belóg, vagy hát szóval az egész ember látszik a nyakával, a gerincével, a vál, sőt, néhány esetben ugye még a test mellé helyezett kezek miatt a karcsontjaival is, vagy legalább részben a karcsontjaival is együtt látszik az ember. Ami természetesen azt a negatív, nem várt hatást eredményezte, hogy azok a képek, ahol jobban látszik az ember, tehát vannak válcsontok, meg vannak kéz, meg nyak, azokat negatív koronavírus szempontjából negatív leletnek értékelte a gép, ahol meg ez nem látszik, az pozitív veletnek értékeltem, mert hogy azt tanulta meg, hogy ahol ilyen zavaró hülyeségek, mint kar nincsenek a képen, azok általában koronavírusosak, ami nyilván ez ostobaság, de értitek. Ez egy jó példa, azt gondolom arra, hogy, hogy mennyire vigyázni kell az ilyen képfelismerős algoritmusok készítésével. Ez továbbra sem azt jelenti, hogy ez hülyeség, meg nem működik a képfelismerés, meg ilyenek, mert de működik, csak jól kell csinálni és körültekintően. Na és ígértem nektek, hogy mi az az egyik tök jó ilyen, ilyen trükk, nem ez a jó szó, le, módszer, amivel meg lehet, vissza lehet azért ellenőrizni, hogy a, a, gép tényleg azt tanulta el meg, amit mi szeretnénk. Ugye ezt mondtam nektek, hogy mivel bonyolult, sokdimenziós, nonlineáris összefüggéseket tanul meg a gép, ezért nem nagyon tudjuk értelmezni az eredményét, vagy így visszaellenőrizni. Nincs miből, mi azt nem értjük. Viszont van azért egy jó módszer, ez pedig a hőtérkép, vagy a figyelem, figyelmi hőtérkép. A legtöbb modell képes arra, hogy meg a legtöbb ilyen framework, hogy kiadja a képeken, ilyen hőtérkép formájában, ennyi a lélet fölére, hogy mik azok a területek, amik legerősebben befolyásolták a számítógép döntését. Vagy leegyszerűsítve, hogyha nyelven hova nézett leginkább a gép, értitek, nem nézett, de értitek, miről van a szó? Hova nézett leginkább a gép, amikor meghozta a döntését, hogy pozitív vagy negatív ugye a koronavírusos ö, szempontjából. A koronavírus szempontjából a beteg, tehát vírusos vagy nem vírusos, és ezen a hőtérképen bizony azonnal lehet látni ezeken a példákon, hogy a negatívnak ítélt képeken a gép nagyon erősen a kar, illetve a vál csontozatát, meg a, a nyakban futó genincs csontozatát az, ami, amit nagyon megnézett, és ami alapján a döntést hozta. Magyarán szóva sajnos nem azt tanulta meg igazából a gép, hogy kik a betegek, vagy mik a betegségnek a jellemző tünetei a képen, hanem bizony azt, hogy azokon a képeken, amin az egészségesek vannak, ott több minden lóg bele, úgymond a képbe. És ez a, ez a módszer, hogy, hogy ilyen hőtérképet készítetek, ez minden esetben tök jól működik, természetesen nem tud minden hibát kiszűrni, de az kapásból rögtön láthatóvá válik bármilyen emberi szemlélődő számára, hogyha a gép olyan helyekre fókuszál, ami józan paraszlésszel kapásból eljön, hogy na, ez rohadtul nem arról szól, amit mi akartunk neki tanítani. Ez egy egyszerű és gyors visszaellenőzési módszer. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos és tanulságos ez a cikk így. Ez egyrészt már ugye a módszert is megmutatja, amivel el tudott kerülni ezt a hibát, másrészt meg megmutatja most egy ilyen aktuális, létező tényleges példa kapcsán, hogy hát hogy lehet, ha kicsit celeburdi módon ezt neki, akkor hogy lehet nagyon eltolni ezt a, ezt a gyakorlatot. Hangsúlyozom, ezt sem azt jelenti, hogy nem működik a gépi tanulás, vagy nem működne a konvolúciós normális háló, csak azt mutatja meg, hogyha rossz dolgot tanítasz neki, és nem vagy körültekintő, akkor ő körségeket fog csinálni. De itt van ez a példa, itt van ez a módszer, úgyhogy ti most már nem fogtok ilyen hibát elkövetni. Remélem tetszett nektek ez az adás is, hamarosan jelentkezem a következővel. Ha van véleményetek, akár valamit nem jól mondtam, vagy szeretnétek hozzátenni valamit, akkor az adáshoz kapcsolódó Facebook posztom, vagy akár a hellokukacadatépítész.hu-n is megtehetitek ezt. Ha tetszett nektek az adás, arra megkérnélek benneteket, hogy esetleg osszátok meg másoknak is, akiknek szerintetek szintén tetszene. Találkozunk a következő adásban. Sziasztok!